Na, képzeljétek el, ma megtudtam, hogy a feleségem nem létezik. Sőt, az a hely sem létezik, ahol idestova 2,5 éve lakunk. Van egy román képviselő, majd megmutatom a képét, Razvan Rotaru, azt hiszem így hívják, igen, a román, nem tudom melyik pártnak a tagja, Razvan Rotaru, azt állítja, hogy székelyek nem léteznek, Székelyföld sem létezik. Ez annak kapcsán merült föl, hogy ő nyilatkozott a nem tudom melyik médiában, hogy gyakorlatilag Erdélyt Románia részeként, és Romániát Erdély részeként, vagy nem jól mondom, Erdélyt Románia részeként, mindjárt mondom inkább pontosan, hogy mit mondott. Azt üzenem Bíró Zsoltnak, Bíró Zsolt egyébként a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egyik képviselője. Tehát azt üzenem Bíró Zsoltnak és kollégáinak, hogy Erdély azonos Romániával, és Románia azonos Erdéllyel. Székelyek nem léteznek, és Székelyföld sem. Romániában csak különböző etnikumú román állampolgárok léteznek. Ez sem igaz, mert én sem vagyok román állampolgár, és ott létezem Székelyföldön. Arra kérem az országunk történelmében jártas RMDSZ-eseket, magyarázzák el Bíró Zsolt képviselő kollégának, hogy nem létezik semmilyen Székelyföld, csak Hargita és Kovászna megye, valamint magyar etnikumú román állampolgárok, írt a közleményében Rotaru, felhívást intézve az RMDSZ-hez, hogy ne szítson mesterséges vitát az autonómiáról a román és magyar etnikumok között a többségében magyarok alkotta közösségben. Én azt gondolom, hogy az ilyen Rotaru félék, mint ez a fickó, ez egy letűnt kornak az utolsó képviselői, és igazából az a sajnálatos ebben, hogy ezzel nem segíti Romániának a pozitívabb megítélését bárkinek a szemében, tehát akár az Európai Unió, akár a magyarok, akár az ott élő székelyek, mert hogy azért ezek szerint mégiscsak élnek ott székelyek szemében, és gyakorlatilag sajnos azt kell mondjam, hogy még nagyon sok időt kell várni szerintem arra, hogy az ilyesfajta alakok eltűnjenek a közéletből. És itt most igazából nem csak róla van szó, hanem azokról az emberekről is, akik különböző szélsőséges nézeteket képviselnek, akár Romániában, akár Magyarországon. Ugye én mindig is hangoztatom azt, hogy én hiszek abban, hogy a különböző kisebbségben lévő nemzeteknek vagy közösségeknek igenis jár az, hogy maguk dönthessenek a sorsukról. Ugye most itt a katalóniai helyzet az valamilyen szinten bebizonyította azt, hogy Európa maximálisan kiáll az autonómiák mellett, tehát ilyen szempontból a székely autonómia mellett is ki kellene állnia, ugyanakkor nem támogatja az autonómiáknak a teljes önállóságra való törekvését. Ugye a katalán autonómia, ameddig létezett, mert most a spanyolok felfüggesztették, az elég nagyfokú volt, saját kormányuk volt, saját rendőrségük volt, egy csomó mindent saját maguk intézhettek, ugye az adóikat kellett Madridnak befizetni. Na most olyan szintű autonómiáról beszélünk, igaz, hogy most már múlt időben Katalónia esetében, de szerintem ez vissza fog térni, csak most van egy kis hajcihő a történet körül, tehát ez újra autonómia lesz Katalóniában. Tehát olyan szintű autonómiáról beszélünk, amiről a székelyek pillanatilag még csak álmodni sem mernek, illetve kellene, hogy álmodjanak, mert akkor fog megvalósulni ez a dolog. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb biztos, hogy lesz autonómia Székelyföldön. Az, hogy milyen szintű, milyen fokú és hogy mikor, azt nem lehet tudni, de ahogy a felvezető mondatomban mondtam, hogy a feleségem nem létezik, és az a hely sem létezik, ahol mindestől a 2,5 éve lakunk, ez persze nem igaz, és remélem, hogy, és sőt, abban is biztos vagyok, hogy egyébként nagyon sok román, akik ugye no-name emberek, és nem nagyon szólalnak meg, támogatni fogják a székely autonómiát, támogatják most is, csak általában mindig az ilyen szenzációhajhász, mitugrász kis politikusok azok, akik,
akik előtérbe kerülnek, mert mondanak egy olyat, vagy tesznek egy olyat, amivel felhívják magukra a figyelmet. Úgyhogy Razván Rotaru úrnak innen azt üzenem magyarul, hogy Székelyföld igenis létezik, a székelyek igenis léteznek, nagy szeretettel várjuk őt Székelyföldön, látogasson el hozzánk, nézze meg, hogy milyen az ott élő embereknek a helyzete, hogy léteznek, és utána nyilatkozzon ilyen blödségeket. Köszönöm szépen a figyelmet!